Így tél közepén számtalan betegség kellemetlen hatását tapasztalhatjuk meg, ha nem figyelünk kellőképpen egészségünkre. Légúti megbetegedések, influenza. Csak néhány erre az időszakra jellemző betegség, de a H1N1 vírusról sem szabad megfeledkeznünk. Az elmúlt 1-2 hónap betegforgalmát áttekintve azt lehet mondani, hogy részben általában is jellemző a téli hónapokban a légúti hurutos betegségek halmozódása. A mostani aktualitás ebben az elmúlt 2 hónapban a H1N1 sajnálatos megjelenése, ami hát szintén a légúti hurutokhoz tartozik, csak az influenza vírusnak egy olyan új mutánsa, ami ellen földkerekségünk lakói széles körben fogékonyak, és ezért egy ilyen világjárvány kialakulásának lehettünk a szenvedő alanyai szemtanúi egyaránt. A légúti hurutokat okozó vírusok és baktériumok a téli időjárás viszonyok között sokkal tovább élnek az emberi szervezetből, a környezetben, részben levegőre, részben használati tárgyakra kikerülve, és ezért sokkal több embert tudnak megbetegíteni. Hát, tehát részben azért, hogy ezek a kórokozók tovább élnek az emberi szervezeten kívül ilyen időjárási viszonyok között, másrészt meg, hogy sokkal többet vagyunk zárt helyen, méghozzá zsúfolt helyeken, kiki a munkahelyén, iskolájában, óvodájában, mert ugye a születésszám ugyan csökken, de a gazdasági okok miatt az osztálylétszámok mégsem csökkennek, és egy zsúfolt osztályközösségben ott nagyon gyorsan terjednek a hurutos betegségek. Úgyhogy ez is benne van, és az életvitelünknek még nagyon sok más mozdonata is belejátszhat abba, hogy most mennyire vagyunk fogékonyak a télen egyébként halmozódó légúti betegségek iránt. Egy másik igen nagy problémát a szélsőséges időjárás okozza. A gyerekek és a felnőttek egyaránt ki vannak ennek a veszélynek téve. Vagyunk pusztán a hideg rovására írni a meghűléseket. Itt azért el kell mondani, hogy a meghűlésnél kialakuló légúti hurut esetében a maga a hideg az csak az egyik tényező. Gyakorlatilag a szervezetünk és elsősorban a légútjaink tele vannak vírussal, baktériummal, ezeknek a baktériumoknak a jelentős része fontos, szükséges, kívánatos, hogy ott legyen. Másik része nem öröm, hogy ott van, és lehetséges kórokozó, de egy épp immunrendszerrel nem bír el, és ott van, hordozzuk, de nem okoz betegséget. Aztán, hogyha a légútjaink különös tekintettel torkunkra, orrunkra nagyon lehűl, akkor egy átmeneti gyengesége az immunrendszerünknek elég lehet a lehűlés következtében kialakuló átmeneti gyengesége elég lehet ahhoz, hogy az addig ott lévő, de betegséget okozni nem tudó kórokozó úgymond megeredjen és létrejöjjenek a megfázás tünetei. Tehát itt a hideg és általában a vírusok együtt okozzák a megfázás tüneteit. És a nem megfelelő öltözködésnél nyilván, hogyha hamarabb áthűl a torkunk, akkor hamarabb leszünk meghűléssel küszködő betegek. Az egyik legfontosabb dolog lehetne a megelőzés. Ezeknek a betegségeknek a megelőzése nagyon-nagyon sokrétű, erről vég nélkül lehetne beszélni, ezeknek jó része bárki által ismert tényezők. Lehetőséghez mérten célszerű a hurutos szezonban kerülni a zsúfolt, zárt közösségeket. Tehát nyilván, ha az éppen a munkahelyünk, vagy az óvodánk, vagy az iskolánk, akkor ez nem lehetséges. Aki teheti, a zsúfolt bevásárló központokat kerülje ilyen időszakban. Tehát egyrészt kerülni a tömeget, amennyire lehetséges. Másrészt megfelelő réteges öltözködéssel elérni azt, hogy ne hűljön át a torkunk, a nyakunk, de ne is legyen rajtunk olyan mérhetetlenül sok ruha, hogy emiatt izzadjunk le, és legyünk esetleg még fogékonyabb egy meghűlésre. Tehát a közösség kerülése, amennyire lehet, a megfelelő öltözködés, de az életmódnak még számtalan más tényezője beleszól abba, hogy elkapunk-e egy légúti hurutot a járványos időszakban, vagy sem. Beleértve itt a megfelelő mennyiségű alvást, nagyon sokan, különösen a felnőttek között, nem alszanak eleget különböző okokból, de gyakran van, hogy az iskolás gyerekek is túl sokat tévéznek, és kihalvatlanul mennek iskolába. A krónikus kihalvatlanság már önmagában is egy kicsit gyengítő tényezőként hathat, beleértve a túl sok stresszt is az ilyen gyengítő tényezőkbe. Továbbá nagyon sarkalatos kérdés a megfelelő táplálkozás, ami megint egy kimeríthetetlen téma. Meggyőződésem, hogy mindenféle szélsőséges irányzatot érdemes kerülni.
törekedni rá, hogy a szervezetünk számára szükséges anyagok, beleértve a vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, a testünk építéséhez szükséges fehérjéket, a kalóriaégetéshez szükséges szénhidrátokat. Tehát mindent lehetőség szerint az étrendünkkel vigyünk be. Ha ez valamilyen speciális ok miatt nem lehetséges, akkor jönnek szóban a különböző vitamintabletták, de ezek mértéktelen szedése még ártalmunkra is válhat. És annyit még a vitaminoknál kiemelnék, hogy ha vitamin hiánya vagy nyomelem hiánya van a szervezetünknek, az fokozza a fogékonyságunkat a meghűlések és egyéb hurutos betegségek, és egyáltalán más betegségek iránt is, de azt kihangsúlyoznám, hogy a normál szükségleten felül pluszban bevitt vitaminok nem tudnak javítani az immunrendszerünkön. Tehát az egy nagyon téves elképzelés, hogy most extra adag mennyiségben vitaminokat szedek, akkor biztos, hogy én bármit is ki tudok ezzel védeni. És még azt hangsúlyoznám az étrendnél, hogy sokkal-sokkal hatékonyabbak azok a vitaminok és nyomelemek, ásványanyagok, amiket gyümölcsel, zöldséggel viszünk be, összehasonlítva a vitamintabletták hatékonyságához képest. Tehát nem biztos, hogy a vitamintablettákkal el tudjuk érni ugyanazt a hatást, mint egy egészséges étrenddel. Emellett az is gyakran szükséges, hogy a gyermekek és a fiatalok figyelmét felhívjuk az öltözködés és az étkezés fontosságára. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokunk feladata. A rendelőben én is igyekszem megragadni minden alkalmat arra, hogy lebeszéljem őket a dohányzásról, hogy meggyőzzem arról őket, hogy talán a hétvégi kikapcsolódásban nem az alkoholnak kellene központi szerepet játszania, hogy megfelelő figyelmet fordítani arra, hogy a táplálékunk mindenféle szükséges anyagot tartalmazzon. Meg hát valóban az öltözködésnél is vannak szélsőséges divatok, de hát ha visszagondolok a régmúltra, akkor valószínűleg én se voltam mindig meggyőzhető, hogy az az öltözék bár a divatnak megfelel, de az időjárásnak nem biztos, hogy igen. Hát igyekszem elmondani, amikor erre alkalom mutatkozik. Aztán van, amikor ez meggyőző, van, amikor nem. Aztán van, aki a saját kárán megtapasztalja, és azt lehet mondani, hogy akkor már utána esetleg fogékonyabb a tanácsokra, vagy az ő kárán már az ő barátnője vagy barátja is jobban megfogadja a megfelelő tanácsokat. Ugyan télen nem jellemző az allergia, azonban itt-ott tapasztalható, merre érdemes odafigyelni. A lakásban található allergénekre, allergiás embereknél nyilván a téli időszak rosszabb. Tehát ha valaki házi paratka érzékeny, ez az egyik leggyakoribb allergén, ritkábban valami penészgomba allergia. Tehát akinek a lakásban felelhető allergénre van tünete, azok téli időszakban rosszabbak. És itt egyrésztről figyelnünk kell a megfelelő szellőztetésre, arra, hogy éjszaka azért inkább 20 fok alatt legyen a hőmérséklet, amikor alszunk, a házipar allergiás ne tartson olyan régi kárpitot, sem az ágyában, sem akár függönyként, vagy faliszőnyeként, amiben a házi paratka földúsulhat. Lehetőség szerint olyan textíliákat tartson, ami feltétlen muszáj, és 60 fokon mosható, vagy kicsiknél például a plüss állatkák, amiktől nem lehet esetleg a gyereket leválasztani, azokat időről időre tegyük 24 órára fagyasztóba, mert 40 fokon például a házi paratka nem pusztul el, csak 60 fokon vagy annál magasabb hőmérsékletű mosásnál, illetve a fagyasztóban elpusztul, ha 24 órára oda tesszük, amit nem tudunk máshogyan atkátlanítani. Következő adásunkban ezt a témát fogjuk kicsit jobban körüljárni, így az allergia kialakulásáról, jellemző időszakáról és természetesen a megelőzésről tudhatnak meg majd többet.